Kérem Önöket, hogy foglaljanak helyet. Nagyon örülök, hogy azért visszataláltak hozzánk sokan a tegnapi kimerítő nap után is. Tegnap este még volt egy hosszabb beszélgetés Edmund Stoiberrel, és az az igazság, hogy engem mindig lenyűgöz, amikor látom ezt a politikus generációt, amelyik 7 óra autózás után kiszáll az autóból, kicsit felfrissül, és utána gyakorlatilag 1 órán keresztül néhány alibiból maga elé tett nyomtatott papírból, de gyakorlatilag szabadon beszél. Szóval ez tényleg azt gondolom, hogy lenyűgöző, és az ember szerencsésnek mondhatja magát, hogy látja még ezt a generációt, amelyik a politikát ilyen szenvedéllyel és ilyen tudással tudja egyidejűleg tekinteni. Én azt gondolom, hogy a mai első beszélgetésünk is hasonló kondícióban, szellemi és testi kondícióban lévő résztvevőkkel zajlik majd. Nagy idők, nagy tanúi szerepelnek a mai beszélgetésben. És amikor azon gondolkoztunk, hogy mi is legyen ennek a második napi délelőttnek a mondani valója, akkor arra gondoltunk, hogy érdemes lenne azokat megszólítani, akik látták, hogy mi történt 30 évvel ezelőtt, és akik most is nagyon tudatosan tekintenek arra, hogy mi zajlik a világban és mi zajlik Európában. A kérdés tehát az, hogy a két Európa összehangolása, ha még egyáltalán két Európáról beszélhetünk, ez miképpen zajlik, hogy látszik ez Európán belülről, hogy látszik ez Magyarországról, hogy látszik ez az Egyesült Államokból, hogy látszik az Egyesült Királyságból, ami nyilván egy speciális helyzet manapság, és hogy látszik egy olyan diplomata és politikus szemszögéből, aki annak idején Csehországban része volt a változásoknak, de aztán mind az európai politikában, mind pedig a transzatlanti diplomáciában egy nagyon fontos szerepet játszott. Így nagyon örülök, hogy itt van velünk Ed Fellner, a Heritage Foundation alapítója. Ő az, aki a konzervatív politikának az eszmei megalapozottságát a Heritage Foundation által voltak éppen a 60-as, 70-es évektől kezdve képviselte, és azóta is szervezi és aktív résztvevője a washingtoni politikai életnek. Charles Powell, aki Margaret Thatcher külpolitikai tanácsadója volt, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent látott abban az időben is, de hát azóta is, úgyhogy azt hiszem, hogy most is a brit politikának az egyik legjobb szakértője. Alexander Vondra, aki azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy a közép-európai változások során kulcsszerepet játszott Václav Havel mellett, és talán mondhatom, hogy egyfajta ilyen living legend a közép-európai reformisták közül. Ő is itt van velünk. Nincs velünk Ludger Künhardt, mert az ő útját a Lufthansa végképp megfúrta, tehát ilyen módon ő nem tudott itt lenni velünk. Viszont itt van velünk Jeszenszky Géza, a rendszerváltozást követő első szabadon választott kormány külügyminisztere, aki azóta is külpolitikai szakértőként nagyon fontos hozzájárulásokat tesz a magyar közélet különböző kérdéseihez, és nagy idők nagy tanúja a beszélgetést vezető Kodolányi Gyula is. Természetesen
észszerű lenne, hogy vagy elegáns, vagy hogy is mondjam, udvarias lenne, ha a magyar résztvevők magyarul szólnának a magyar közönséghez, de azt hiszem, hogy felszabadítjuk őket ezelől a tehertétel alól, ha úgy gondolják, hogy a beszélgetés dinamikája szempontjából, hiszen a többiek angolul beszélnek, ők is angolul szeretnének megszólalni, úgyhogy Isten hozta kedves minnyájukat, és érdekes beszélgetést kívánok minnyájunknak. Thank you Gergely for your introduction. Köszönjük, Gergely, a bevezetést, és ők egyben köszönetet mondunk a tegnapi teljesítményedért is. Ugyanis te valóban nagyon pontosan követted Edmund Stoiber útját Budapestre a német, osztrák és magyar szuperautópályákon, és így szerencsésen meg tudott érkezni. Ma reggel beszélgettem Clark Judge úrral, aki az egyik legihletőbb személy volt tegnap, és a beszélgetésünk témája az volt, hogy mi nagyon szerencsések voltunk, hogy együtt dolgozhattunk rendkívül tehetséges vezetőkkel, olyanokkal, akiknek volt egy elképzelése, látomása, és akik hatalmas politikusok voltak, és képesek voltak elképzeléseik megvalósítására. Persze a 40-es évek második felében létrejött az összehasonlítás, és ez összehasonlítás nem volt nagyon kedvező, ha ezt megtesszük a mai világvezetőkkel. Nem akarok itt neveket említeni, de számunkra a különbség meglehetősen magától értetődő. De most nézzük a pozitív oldalát mindennek. A pozitív oldal az, hogy a 80-as évek végén és a középsőtől a végéig a 80-as éveknek a nyugaton akadtak olyan embereknek vízióik voltak, akik abszolút elsőrendű politikusok voltak, mondhatjuk azt, hogy államférfiek, de nem akarom az államférfi szót használni, mert azt hiszem Margaret Thatcher nagyjából egyike ezeknek a személyeknek. És én azt hiszem, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni a részesedésüket a békés forradalmakban, amelyek a 80-as évek végén vezettek, mert én békés forradalmaknak hívom ezeket, mint ahogy Merkel kancellár is tette a közelmúltban. És azt hiszem, a kérdés másik oldala az, hogy résztvevőként együtt Sasa Vondrával és Jeszenszky doktor úrral, azt hiszem, mi valóban kivettük a részünket a dolgokból, a fejleményekből, amelyekre sor került, de valójában az a fontos, hogy egy egyre erősödő kapcsolat jött létre a két oldal között ebben a munkában. Nem akarnám lekicsinyelni Mihály Gorbacsov erényeit, de a főszereplők valójában az aktív személyek voltak, az aktív, dinamikus szereplők, mind nyugaton, mind közép- és kelet-európai országainkban. Az a helyzet, hogy nagyon észrevehető volt a 80-as évek vége felé, hogy hogyan is javult a diplomáciai személyzet összetétele a budapesti követségeken, egyre magasabb szintre emelték, és egyre értékesebb diplomaták szolgáltak Budapesten, és ők hétről hétre és naponta fejlesztették kapcsolataikat az ellenzék vezetőivel.
Egy szóval, mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk ma, mert körünkben vannak a nyugati részről Ed Fulmer úr, aki tanácsadóként működött az elmúlt évtizedek minden elnöke mellett, persze mindig a republikánus elnökök mellett. És amikor nekik tanácsra volt szükségük azt illetően, hogy mit gondol a konzervatív szavazóbázis a kérdésekről, az első személyek tanácsát kell kérdezni, mindig Ed Fulmer volt. És ugyanakkor körünkben van Chess Powell, aki külügyi ügyekben személyi titkára volt Lady Thatchernek, és fantasztikus szerencsém volt abban, hogy találkozhattam Lady Thatcherrel több alkalommal. Antal miniszterelnök úr segédeként néha nagyon bizalmas tartott azokra is sor került, amikor is én fordítottam, mert Antal beszélt németül, de angolul nem. És amit mondtam tegnap néhány régi barátomnak itt, amikor Margaret Thatcher belépett a terembe, hirtelen megtelt a terem. Az ember érezte, hogy egy élő dinamó jött be a terembe, ő nagyon-nagyon más volt attól az imástól, ahogy a baloldali liberális sajtó megpróbálta őt beállítani. Egy szóval, azt hiszem, pillanatnyilag is nagyon nagy szerencse volt számunkra, hogy Sasha Vondra itt ül körünkben, ugyanis ő volt a partnerünk a 90-es évek elején. Ő volt Václav Havel külpolitikai tanácsadója, és több fontos kérdésben együtt dolgoztunk. Ugyanakkor a szót először is ABC sorrendben adnám Ed Fulmernek, mert ő kicsit többet tud majd arról mondani, hogy az Egyesült Államok vezetői hogyan készítették elő azt, ami a békés forradalom már fejlődött. Köszönöm, elnök úr! Excellenciáim, hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy itt lehetek, és hogy megemlékezzünk arról nagyon különleges eseménysorozatról 30 évvel ezelőtt. Számomra, hogy megpróbáljam elmondani, hogy a Berlini fal leomlása hogy érintette az amerikaiakat, nem nehéz dolog, hanem egyszerűen lehetetlen megbízás, mert minden egyes amerikai akkor más-más benyomást szerzett saját személyes felfogásuk alapján. Számomra ez nagyon személyes volt. 1961. augusztus 12-én volt a 20. születésnapom, és együtt utaztam 17 egyetemista barátommal első európai útunkon egy jezsuita kísérővel, és Münchenben voltunk ünnepelve Fulmer 20. születésnapját egy sörcsarnokban. A sörcsarnok után visszamentünk nagyon szerény diákszálónkra, és kezdtük a rádiót hallgatni, hogy valami történik. Másnap az volt a helyzet, hogy két Volkswagen minibusszal elóhajtottunk jutni a folyosón át Nyugat-Berlinbe. És hirtelen akkor éjjel, a születésnapom éjszakáján csapatok jelentek meg a határ mentén Berlinben. És úgy döntöttünk, hogy talán Berlinbe utazni augusztus 13-án nem a legjobb ötlet, tehát ehelyett délre mentünk és délre jöttünk és elmentünk Bécsbe. Másnap este persze a falat felvonták, tehát számomra a berlini fal valami nagyon-nagyon személyes dolog volt. 4 évvel később, miután különböző egyetemeken tanultam, Philadelphiában, Edinburghban és Londonban, találkozott a fiatal leendő vezetőkkel és barátokkal, beleértve egy fiatal úriembert Londonban, aki nagyon kiemelkedő és ígéretes vezető volt, és cikkíró volt a Daily Telegraph-nál John Sullivan néven, tehát
egy íróasztalnál végeztük a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetében Washingtonban. Én gyerek voltam, és az íróasztalom nem volt túl elegáns, de azonnal az íróasztalom mellett az első ablak irodájában dolgozott egy csodálatos hölgy. Eleanor Dancing Dallas. Eleanor Dallas Berlinnel kapcsolatos tisztségviselő volt, tehát ő volt a bátyja John Foster Dallas és másik bátyja Alan Dallas, jól ismert személyek mindenki számára ebben a teremben, és az a nagy lehetőség kínálkozott számomra az ezt követő hónapokban, hogy együtt dolgoztam Eleanorral a könyvén, amely 1967-ben jelent meg azzal a címmel, Berlin, a fal nem szól örökké. A CSIS-től elmentem a Hoover Intézetbe, ott beosztott munkatársként dolgoztam, és végül beindítottuk a Heritage, az örökség alapot, és 1977-ben az elnöke voltam, mint alapító kurátor, de most előre pörget, ahol most tartunk, a csodák évével, amikor Magyarország, vendéglátó országunk olyan kritikus szerepet játszott, annak tekintetében, hogy mi történt, amikor egy ember, akit nagyon csodáltam, házigazdált egy bizonyos pikniknek a Pán-Európai Mozgalom jegyében, amely aztán oda vezetett, hogy a magyar kormány vette a bátorságot és megnyitotta a határt Ausztriával, és a dolgok lezajlottak, a Varsói Szerződés fölbomlott, a berlini fal leomlott, ami több mint 28 évig állt, és egyszerűen aláomlott. Mi köze volt ez amerikai? Clark Judge elmesélt már néhány szót arról, Ronald Reagan mit csinált, mi volt az elképzelése már a kezdetektől, hogy nagyon speciálisan szólva, Ronald Reagan 1981. januárjában lépett hivatalba, tudtuk, hogy milyen politikára számíthatunk, hogy mit tervezett a Moszkvával további kapcsolatokat illetően, és a szatellita államokkal Keleti és Közép-Európában. Az első próbája, az első időszaka első hónapjában jött, 1981. január-februárban, amikor a lengyel kommunista kormány hadi állapotot vezetett be, lecsapott a szolidaritásra. Az új amerikai elnök élénken akart erre reagálni. A Nemzetbiztonsági Tanács ülésén, amelynek jegyzőkönyvét a közelmúltban szabadították fel, ő azt mondta, és erről ő is beszámolt saját memoáriaiban, hogyha ők ezt teszik a szolidaritással, akkor egy igazi kihívást jelent a lengyel kormány számára, és a moszkvai kör számára is fontos volt a szolidaritás, és azt mondta, ez az, amire vártunk, ami történt Lengyelországban, fertőzésként terjedhet majd el egész Európában. Ez van az memoáriaiban. Több nemzeti biztonsági tanácsi ülésen elhangzott mindez, de Al Haig, a külügyminiszter ellenállt, és Bush alelnök is, mind a ketten óvatosabbak voltak, de ugyanakkor erős támogatást is kapott William Casey-től, a CIA igazgatójától, és Ed Meese-től, régi tanácsadójától, Bill Clarktól, a pénzügybiztonsági tanácsadóról, illetve Ed Clarktól, a védelmi minisztertől. Casey egy tervet adott elő, hogy Egyesült Államok hogyan segíthetné a szolidaritást. Casey meg is tette, és régen is később, Carl Bernstein, a Bernstein Woodward könyv írója írta le egy cikkében, hogy arra úgy becsülte, hogy Washington támogatta a szolidaritást összességében 50 millió dollár értékben, amelyet illegális úton juttattak nekik az ezt követő években. Ez szinte lejjebb a Reagan adminisztráció keretei között nagyon sok tevékenység folyt. Charles Wick, egy régi kollega, Ronald Reagan barátja, még a hollywoodi időkből, kinevezték az Egyesült Államok Információs Ügynökségi Igazgatójának, ami a kormány része volt, de független a külügyminisztériumtól abban az időben. És őt bízták meg azzal, hogy Amerika történetét mondja el a világnak. Felügyelni az Egyesült Államok Információs Ügynökségét egy 7 tagú önkéntes tanácsadói testület volt magánpolgárok részéről, amit megerősítette a szenátus, és átment a szokásos biztonsági ellenőrzéseken, ami nyugaton divat volt. Reagan, majd Bush elnök és végül Clinton az első években, én voltam az elnök ennek a testületnek, amely egyaránt tartalmazott demokrata és republikánus képviselőket,
40 országba utaztunk, megragadtunk minden alkalmat, hogy bátorítsuk kongresszusbeli barátainkat mindkét politikai párt részéről, hogy fokozzák a finanszírozását a Szabadság Rádiónak, a Szabad Európa Rádiónak és a Voice of Amerikának, hogy több amerikai ösztöndíjast állítsanak elő, több amerikai tudós érkezzen egész világról, és hatásosabban mondják el Amerika történetét, mint hogy a múltban történt. Nagyon izgalmas idő volt, amit úgy hívtunk, hogy állami diplomácia. Gyors előrepörgetés, 2 év, 1983. márciusa, és egy rövid sejtést kaptunk erről tegnap, március 13. Ronald Reagan bejelenti a stratégiai védelmi kezdeményezését, hogy kiváltsák a kölcsönös biztosított rombolást, a MED-et. Ebben a beszédben arra szólt amerikai nagy tudósokhoz, akik létrehozták a nukleáris fegyvereket, hogy tehetségüket fordítsák arra, hogy eszközt adjon nekünk, amelyen a nukleáris fegyvereket tehetetlenné és elavulttá tehetjük. Henry Kissinger, nem különösebb barátja Reagannek, azt mondta visszatekintve, hogy ezek az utóbbi szavak fontosak voltak, és ebben igazán az elavult volt fontos, amely vérfagyasztó hatásra lehetett a Kremlőre. Nos, egyetlen technológia csapással Reagan azt javasolta, hogy megszüntet mindent, amivel a Szovjetunió a bankcsődbe, teljes csődbe verte magát, mert megpróbálta elérni. E korai fejlemények során egyetlen más elnök sem volt, egyetlen politikai párt részéről sem, de természetesen nem Jimmy Carter az iráni tuszok ügyében, és ugyanakkor George H. Bush sem, akit nagyon csodálok ugyan, de aki szerényen számtalan alkalommal kijelentette, hogy én nem foglalkozom a vízió kérdésével. Nos, a vízió volt pontos az, amire szükség volt egy amerikai elnöktől azokban az időkben. Ezek olyan kritikusan fontosak voltak, hogy abban, ami történt. A leomlott nem egyszerűen azért, mert Ronald Reagan, amint házigazdánk General Sullivan kimutatta remek könyvében, az nem csak azért dölt le, mert a pápa, az elnök és a miniszterelnök így akarta. Nem hiszem, hogy valaha is. Nem hiszem, hogy jelen van itt az egyháznak egy képviselő, de nagyon várom Charles nézőpontját Lady Margaret Thatcher részvételéről. Nos, minden eltérések után bevezető megjegyzésemet lezárom, mielőtt a második részhez térünk. Tehát Franz Josef Strauss-ot többször említettük tegnap. 1983. novemberében, ez speciális hónap volt a Heritage Alapítvány számára, november 13-án George H. W. Bush, az Egyesült Államok elnöke új földiszállásunkat alakított, központokat alakította ki a Washingtonban, a főváros közelében. Az épület átadási ünnepségének azon estén, amikor Ronald Reagan elnök is megjelent, Franz Josef Strauss, akit szövetségi védelmi, szövetségi pénzügyminiszter kora óta tiszteltem. A Hans Seidel hozzám volt a következő héten, és megkérdezte, hogy tudhatnának-e helyet bérelni az új Heritage Alapítvány épületében. Azonnal egyetértettünk nagy gyorsasággal és lelkesedéssel, hogy Bajor barátaink megérkezzenek és társlakók legyenek a Heritage Alapépületében. 5 évvel később, pontosan azért, hogy a fal leomlott volna, arra kért Ronald Reagan elnök, megtisztelve engem, hogy csatlakozom Henry Kissingerhez és az akkori védelmi miniszterhez, hogy utazzak Münchenbe, és hivatalos amerikai delegátus legyek Franz Josef Strauss temetésén, hogy részt vegyek a misén és a temetési ceremónián, hogy tiszteljem a néhai miniszterelnököt. Tehát nagyon tisztelem és becsülöm régi barátainkat Bajorországból ezért a tartós és hosszú ideig működő kapcsolatról. Visszatérve, beszélek második nagy hősömről, a kommunizmus összeomlásának tekintetében, aki a páneurópai mozgalom vezetője volt, az, aki korábban megismertem, mint hogy találkoztam volna Ronald Reagannel, a néhai Otto von Habsburgra, és most visszaadom a szót önnek, elnök úr. Mr. Fellner, thank you for the. Köszönjük azt a hibátlan időt, amit megtartott, ugyanis úgy döntöttünk, hogy három menetből fog állni a beszélgetés, három különböző témáról, de
Én nagyon nem szerettem arra, hogy ennyire precíz lesz, de nagyon jól indítottuk el a dolgot, és nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, most, amit mondtam is, ABC sorrendben folytatjuk, és barátom Jeszenszky Géza úr következik, akin a sor. Az első témát, illetve az első téma az, hogy mi folyik a nyugaton, mi történt a 80-as évek végén, és erről már hallottunk Ed Fulmertől és tegnap Clark Judge-tól is. Nos, mi történt ez alatt Magyarországon, és hogyan is alakult kapcsolatunk, hogyan épült ki a legfontosabb szereplők és közreműködők tekintetében a nyugati politikában. Tehát nagyon szépen köszönöm, el vagyok rögtön, hogy itt lehetek, tegnap után. Egy szóval, tegnap után nagyon sok régi barátot üdvözölhettem, és ma nagy örömöm, hogy egyes korábbi hallgatóim az egyetemről és kitűnő kollégáim, régi magyar külpolitikai szakemberek a 90-es évekből jelen vannak. Ez valójában nem az idő, amikor beszélhetek politikai emlékirataimról. Megjelentettem egy könyvet Magyarország szomszédsági kapcsolatairól a 90-es évek elején, és még meghökkentőbb és döbbenetesebb feladat lenne összefoglalni, hogy hogyan cselekedtünk rögtön a politikai változás után, és hogyan járultunk hozzá a változásokhoz, de eleget téve a vita címének, tehát a két Európáról, és hogy hogyan jött össze a két Európa, és hogyan kellett fenntartani ezt az egységet, azt hiszem, a történetemet azzal kell kezdenem, hogy mi történt 1984-ben, amikor Kodolányi Gyulával, az egy régi egyetemi kollégámmal és egyik legjobb barátommal saját meglepetésünkre megkaptuk a Fulbright ösztöndíjat, hogy tanítsunk. Kutatni könnyű volt, de tanítani amerikai diákokat, és mi mindketten meghívást kaptunk a Kaliforniai Santa Barbara Egyetemre, Santa Barbara Kaliforniai Egyetemre. A feladatom az volt, hogy modern történelmet tanítsak Kelet-Európáról, és azonnal találkozva a diákjaimmal elmondtam, hogy nem beszélek majd Kelet-Európa történetéről, mert az a Szovjetunió. Én őket a Közép-Európa történetére fogom tanítani. Természetesen ebben a korban Közép-Európa még csak nem is létező kifejezés volt, amit túlságosan használtak volna, mert az volt a szokás, hogy szovjet és kelet-európai tanulmányokról beszéltek, és a könyvek és a szerzők is általában összefogták a kettőt, tehát a Szovjetuniót Közép-Európának tekintve, mert akaratunk ellenére tagjai voltunk a szovjet blokknak. Mi voltunk a szateliták, mi voltunk a fogságban tartott népek, ami nagyon jó kifejezés volt, amit manapság sajnos nagyon ritkán használnak, de persze természetesen már nem vagyunk rabságban tartott nép, persze. Nos, a szándékom az volt tanárként, és később, amikor részt vettem a magyar politikában, és küzdöttem a radikális változásokért, az volt, hogy véget vessek Kelet-Európa gondolatának, és helyreállítsam Közép-Európát. Persze kitűnő értelmiségek a nyugaton is már írtak erről a témáról a 80-as években, azzal érvelve persze egyes cseh és angol szerzők, hogy helyre kell állítanunk Közép-Európát. Közép-Európa helyreállítása volt a kulcsa annak, hogy véget vessünk a hidegháborúnak, és létrehozzuk a keleti blokk egységét a nyugattal. És ha megpróbálnám összefoglalni, hogy mi kelet-európaiak, különösen magyarok, de lengyelek, csehek, szlovákok, horvátok is, szlovének, hogyan néztük a világtérképet, még a 80-as években is, amikor a hidegháború már nem volt fenyegetés, nem fenyegetett annyira új konfrontációval, tehát mi úgy éreztük, hogy 45-ben, amikor mi éppen megszülettünk, a nagy reménység korszaka volt. A II. Világháború szörnyű felfordulása után, a népirtások után, a holokauszt után, az Atlanta
atlanti charter egy jobb világot ígért, viszont elnök már az első világháború végén ezt megígérte, aztán nagy csalódás következett, mert nem voltunk képesek arra, hogy megvalósítsuk reményeinket és terveinket. Valójában a magyar választók 83%-a kommunizmus ellen szavazott 1945-ben, az utolsó szabad választáson 1990 előtt. De az atlanti karta nemes gondolatai nem valósultak meg, mert ez megakadályozta a Szovjetuniót. Tehát a nagy csalódás apám és családom számára, illetve ennek a generációnak számára az volt, hogy az Egyesült Államok nem tartotta be, nem tett eleget a vállalásának. Aztán megértettük persze, hogy ez azt jelentette volna, hogy atombombát kellett volna Moszkvára dobni. És az Egyesült Államok közvéleménye, illetve Truman elnök is nem érezte úgy, hogy a második világháború közös küzdelmei után a nácizmus ellen ez egyáltalán lehetséges lett volna, illő és helyes lett volna elpusztítani Sztálin birodalmát nukleáris fegyverekkel. A szovjetek is persze hozzájutottak az atomfegyverhez némi amerikai segítséggel, amerikai hazaárulók segítségével. Nem volt már többé opció, tehát akkor el kellett fogadnunk, hogy kelletlenül, de el kellett fogadnunk, hogy hosszú küzdelembe kerül sor majd, amelyet néha osztpolitiknak, néha pedig békés kapcsolatnak, békés kapcsolatfelvételnek neveztek, de nem egyet ez felszabadulás számunkra. Egy kicsit könnyebb életet ígért, és az 56-os forradalom után, amikor mi megkíséreltük módosítani országunk és rendszerünk életét, Ausztria példáját követve, hiszen Ausztria nagyszerű példa volt, az osztrák államszerződés az országot szabad és nyugati demokratikus országgá tette. Persze ez nagyon is hatott az 56-os magyar forradalomra, de ennek elnyomása után ellentétben jó néhány honfitársunkkal írva és beszélve arról az érzésről, hogy elárultak minket 1990 után, én megértettem, mint fiatal 15 éves diák már, hogy Magyarországot segíteni kockázatot jelentett volna egy harmadik világháború tekintetében. Persze én is kritikusan látom, hogy Eisenhower elnök valóban többet kellett volna, tehetett volna felvenni a küzdelmet a Szovjetunióval. George Kennan nagyon helyes javaslatokat tett, de nem hallgattak rá. Egy szóval eljutottunk a 80-as évekbe, és nekem nagyon-nagy örömre szolgált az egyik oldalon, hogy azt hallottam, hogy a Reagan elnök azt mondta, hogy ez a gonosz birodalma. Nem volt szokás ilyen szavakat hallgatni Nyugat-Európában, de mi Magyarországon és a vasfüggöny mögött örömmel üdvözöltük ezt. És ugyanakkor üdvözöltem azt is, amikor Carter elnök tanácsadója, Zbigniew Brzezinski, akit mindannyian nagyon gyászolunk, azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak legalább akkora figyelmet kellene fordítania Közép- és Kelet-Európára, mert még mindig ezt mondta, mint a Szovjetunióra, vagy mint amennyi figyelmet fordít Latin-Amerikára, és azt hiszem, ez egy új amerikai külpolitikai elindítója volt, amit természetesen követett a Reagan adminisztráció, és amit sikeresen teljesített Bush elnök. De voltak más fontos szószólók is, szereplők, akikkel közül számossal beszéltem tegnap és ma, és igen, ez nagyon is nagyon komoly képviselők voltak, de kár, hogy nincs kit most képviselők a Vatikánból, de lengyel képviselők megtették ezt, és örömmel mondhatom, hogy amikor Karol Wojtylát megválasztották pápának, akkor Magyarország is el volt ragadtatva. Emlékszem egy lengyel viccről ebből a korból, és Magyarországon is használtuk. Tehát a lengyel vicc szerint a 90-es évek elején a lengyelek boldogok voltak, hogy egy jó lengyel volt Tel Avivban, Menahem Begin. Aztán még jobban örültek, hogy most volt egy jó lengyel Washingtonban, Zbigniew Brzezinski, és a nagy dolog az volt, hogy most van egy jó lengyel a Vatikánban is. Második János Pál pápa,
persze a tréfa végén, mikor lesz egy jó lengyelünk Varsóban. Más szóval, nem kellett túl sokáig várnunk, ugyanis nem egy, hanem 10 millió lengyel jelent meg a Szolidarnosc szabad szakszereti mozgalom keretében, és ez nagy biztatást jelentett a magyaroknak is, természetesen nagyon erősen építve hagyományos, rendkívül meleg kapcsolatunkra a lengyelekkel, és ez ugyanakkor fokozta azt a elutasítást, vagy ha úgy tetszik, gyűlöletet is a magyar hivatalos politikával szemben, mert ellentmondásban ezzel a hagyományos barátsági kapcsolattal, a Dvabra Tanki, a Two Good Friends koncepciójával, tehát ezek már le voltak verve, és megpróbálták a magyarokat a lengyelek ellen fordítani, azt mondták, hogy a lengyelek lusták, a lengyelek fenyegetik a mi jó életünket, mert olyan sok élelmiszerünk van, és a lengyelek ezt elveszik tőlünk Budapestre jöve, és felvásárolva húsunkat. Tehát azt hiszem, minden észszerű magyar utálta ezt a fajta gondolkodást és nyelvezetet. Tehát a 80-as évek végére jutva úgy vélem, ez a rengeteg könyv, ami megjelent erről, és az egész irodalom tartok tőle, hogy nincs megfelelő elismerése annak, hogy ki végezte ezt, ki volt felelős a változásokért. Igen, azt hiszem, itt valamennyire egyet kell értenünk abban, hogy milyen nagyszerű emberek és vezetők voltak, többek között Jones Pook, aki jó tanúja ennek, de az egyik tanácsadó Bush elnök körében, Hitchens talán, Hutchins, igen, Rolf Hutchins, szóval ő összefoglalta ezt a történetet, és azt mondta, igen, mindezek a személyek nagy hozzájárulásokat tettek, de a lengyelek és a magyarok nélkül, a pártok kialakulása, a szolidaritás kialakulása nélkül, és a kommunizmust kihívva, és felhasználva az alkalmat, mert Gorbacsov politikája megpróbálta nem módosítani a rendszert, hanem megmenteni a szovjet rendszert. Ez jó lehetőséget kínált, de nagyon biztos vagyok abban, hogy ha a lengyelek és a magyarok nem használták volna ezt a lehetőséget, továbbra is egy kommunista világban élnénk. Nem. Így Kelet-Európában még továbbra is itt. Továbbra is Kelet-Európában élnénk, és nem Közép-Európában. Köszönöm szépen, Géza miniszter úr, köszönöm. Azt hiszem, vannak dolgok, ami nagyon sok emléket idézett föl bennem, egyes szavaid, utolsó mondatodban talán említetted Bob Hutchinst, és Bob Hutchins egyike volt a Bush elnök körének főtanácsadóinak a régiónkra vonatkozóan, és ő folyamatos partnerünk volt a 90-es évek elején, és nem csak a lengyelek voltak nagyon-nagyon ügyesek, ahogy fontos embereket helyeztek el a világban, mert a csehek is, mert Bob Hutchins eredetileg cseh feleséggel rendelkezett, és Wyszyńskinek is cseh felesége volt, és fontos emlékezni arra, hogy a partnereink, a biztonságpolitikai vezetők, a nemzetközi biztonságpolitika vezetői Bush elnök körében, akik személyes partnereink voltak, később jóval magasabb pozíciókba kerültek. Bob Hutchins a Nemzeti Hírszerző Ügynökség vezetője lett egy időre, Robert Zanig a Világbank elnöke lett. Ezek voltak azok az emberek, akikkel mi közvetlen kapcsolatban álltunk az új demokrácia első napjaiban. Na most visszatérve fő témánkra, hiszen most a 80-as évek végéről beszélünk, azt hiszem, az igazi választóvonal 1977 volt. 1977-ben a 77-es Karta csoport létrejött Prágában, Havellel, Václav Havel börtönbe került, és azt hiszem, ez az esemény nagyon nagy felfordulást okozott más országban, a táborban, különösen Lengyelországban és Magyarországon, és azt hiszem, az a pillanat, amikor legalább két fontos központ jelent meg a magyar ellenállásban,
És valóban ez 1977-ben indult el, és később ők lettek a magva a két vezető pártnak az új demokráciában. És nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ezeknek az éveknek nagyon erős kommunista kontroll volt a polgári kapcsolatokról, a civil kapcsolatok hálózatáról, amelyek kiépültek az három országban. Tehát barátaim vezetői lettek a Nemzeti Demokratikus Fórumnak, a Magyar Demokrata Fórumnak, de voltak olyanok is, akik nagyon jó személyes kapcsolatot tartottak a lengyel ellenzékkel, és más sok megint nagyon személyes kapcsolatot ápoltak a csehekkel, a cseh ellenállókkal, ellenzékkel. Egy szóval ez különös dolog volt, és harcolnunk kellett 1990-ben, és körülnézve azt láttuk, hogy régi barátaink, akik értelmiséges diákok voltak, nagyon szegényesen hátizsákokkal utaztak Gdanskba, vagy Prágába, vagy Pozsonyba, Budapestről, és azt hiszem, mindez nagyon-nagyon fontossá vált, mint szubkultúra a három országban, amelyek egyébként nagyon eltérők voltak, és a cseh kapcsolat nagyon fontos, azt hiszem a cseheknek cseheket érdemes említenünk, mert amit Kézi kimutatta, az egyik nagy célunk az volt, hogy a kétpólusú világ eredményeként, amely létrejöttek a 45 után, az egész koncepció Közép-Európáról eltűnt, mert a történészek is politikai értelemben kezelték a szót, és azt hiszem ebben az értelemben az áttörést, ezt a tanulmányt Milan Kundera írta, ha jól tudom, annak fontosságára, hogy mit jelent Közép-Európa valamikor a 80-as években, és azt hiszem, ez angolul először az Euklides könyvekben jelent meg, amikor ő számüzetésben élt Párizsban. Tehát ezen a ponton valóban át is adom a szót Sasa Vondrának, aki jelen volt egész idő alatt, talán 1977-től Havel oldalán, és hogyha megnézzük életrajzát, megtaláljuk őt a személyes tanácsadói irodában Havel mellett, külpolitikai tanácsadóként Havel mellett, és azt hiszem, még impresszívebb pozíciókban volt, és nehéz elképzelni, de védelmi miniszter is volt, és ez az igazság, és volt külügyminiszter is, és most az Európa Parlamentben ül. Sasa, köszönöm, Gyula, ezekért a kedves szavakért, köszönöm a kedves szavakat a csehekről. Valójában a csehekkel kezdve mi ünnepeljük, vagy megemlékezünk fordulópontunkról jövő pénteken, november 17-én, ami 1989-ben dalt. Összevetve ez lengyel és magyar barátainkkal, ez nagyon későn történt, és véleményem szerint erre szükség is van, mert az emberek hajlamosak elfelejteni 30 év után és egy generációval később, hiszen azóta egy generáció már eltávozott. Ezt elsősorban az okozta, hogy a csehek fellázadtak a kommunizmus tábora ellen. 1968-ban kicsit másképp alakult ugyanez, és így megpróbálták a rendszert belülről módosítani. Tudom, a szüleim például, akik mindig is antikommunisták voltak, szkeptikusak voltak azt illetően, hogy lehetőség van-e arra, hogy ezt megtegyék. De ez komoly kísérlet volt, amely kudarcot vallott, és amelyet összezúztak a szovjet tankok, és hatalomra juttatták a népet, amely már 1989-ben sem érzett étvágyat arra, hogy bármit is megváltoztasson, mert ezek voltak az árulók, ezek voltak azok, akiket behívták az orosz tankokat Prágába. Tehát
Bármilyen kis felszabadulás elkerülhetett, azt jelentette volna számukra, hogy azonnal távozniuk kell. Tehát ez volt az ok, amiért ők az utolsó pillanatig ragaszkodtak a hatalomhoz, amikor is rákényszerültek, hogy használják az erőt és szabályozzák az embereket. 1989-ben kétszer kerültem börtönbe az év során, tehát egyszerűen magyarázatként szolgál mind arra, hogy a csehek átalakulása miért kezdődött egy kicsit később, mint Budapesten vagy Varsóban. De máskülönben ez része volt a dominó effektus eseményeinek egész Közép- és Kelet-Európában, amely azt kell mondjam, most már három kulcsfontosságú, most már elmondható, hogy három kulcsfontosságú elemnek volt köszönhető, amelyek valahogy együtt jelentek meg a 89-es évben, speciális 89-es évben. Kétségkívül először is a kommunizmus összeomlott, és minden körülmények között összeomlott volna, egyszerűen csődben volt, tankokkal egy darabig összetartható volt ugyan, de ahogy láttuk is, ők annyira a csőd állapotában voltak, hogy számos alkalommal még arra sem voltak képesek, hogy védelmezzék a rendszert az erőkkel az utolsó fázisban. Erre tökéletes példa a beszélgetés Berlin és Lipcse között egy vitában, hogy mit tegyünk ezzel a jelentős tüntetéssel Lipcsében, amely 30 évvel ezelőtt zajlott. Egy szóval létezett az összeomlás. Másodszorban ez az összeomlás azért vált lehetségessé, mert a nyugati világ támadóan lépett fel a 80-as években. Nem védekezett, hanem támadott, és azt hiszem, politikai értelemben ki kell fejeznünk köszönetünket az amerikaiaknak, és különösen Reagan elnöknek, amit az említése is került, gazdasági értelemben Margaret Thatchernek. Nagyon fontos a része volt a nyomás fokozásának a kommunista rendszerre a üzleti versenyek korszakában, és utoljára, nem utolsó sorban, erkölcsi és mentális értelemben a pápának. Lengyelországban a dolog remekül működött, erős katolikus egyházával, de még Prágában is, ahogy relatíve ateistább környezetben élt a populáció, és egy héttel azelőtt, november 17 előtt mi átmentünk a Szent Ágnieszka szentélyavatásának folyamatán, aki egy cseh szent volt, és ez segített lendületet teremteni, mert engem például kiemeltek a börtönből november 10-én, ez volt az a nap, amikor a berlini fal leomlott, és két nappal ezután a prágai székesegyház előtt óriási gyülekezet jött össze, és ez építette fel a lendületet arra, ami november 17-én történt, és ezt követően. És végül, amint Géza helyesen mondta, a harmadik áramlat, ez a folyamatos kihívás volt a rendszerrel szemben, alulról, a nemzeteink részéről. Magyarország 1956-ban, Csehszlovákia 1968-ban, Kelet-Németország 1953-ban, ezt csak nem elfelejtettük, és különösen igaz ez, és ismételten jelent meg 56-ban, a 70-es években, és aztán 80-81-ben a szolidaritás mozgalommal. Tehát kezdeményezések történtek a fiatalok részéről. Én is kevesebb, mint 20 éves voltam, és Lengyelországba érkeztem a barátaimmal, és volt valamit, sosem felejtek el. Olyan idő volt, amikor utazhattam, később persze megtiltották számomra, de akkor még tudtam, és ha
elhagyjuk ezt a ködös atmoszférát Csehszlovákiában, a normalizáció csúcsán, ami a legészszerűbb dolog volt, és hirtelen elutazva Gdańskba, Varsóba, Krakóba, Wroclawba, Częstochowába, ez egy ember, fiatal ember számára olyan volt, mint a oxigénhez jutottam volna, a szabadság légköréhez. És ez a november 17, ez most már állami ünnep, de egy speciális szerepet tölt be a cseh állami ünnepek között. Van a cseh államiság napja, van egy függetlenségi napunk, és látom itt Habsburg Györgyöt is, és elnézést kell kérnem ezért, de valóban megünnepeljük a függetlenség napját. Ugyanakkor ünnepeljük a május 8-at, az európai győzelem napját, de november 17-ben a kulcs szó nem a függetlenség, nem az államiság, nem a győzelem, hanem a szabadság napja. És úgy döntöttünk Václav Havellel röviden ezután, hogy nem államilag szervezett esemény ez. Ez mindig az alulról érkezők részéről jelenik meg minden évben, és ez fontos, mi nem szabad, hogy elveszítsük ismét szabadságunkat, és ebben a veszélyben élünk, és egyre inkább ebben leszünk a jövőben is. Remélem, ezt majd megbeszéljük később. Egy szóval, mi meg kellett, hogy maradjunk, és kézben kellett tartanunk az eseményeket, és ami fontos, talán, hogy ezzel végezzem, hogy ismét támadólag lépjünk fel. 1982-ben egyszerűen szerencsénk volt bizonyos értelemben, nevezetesen geopolitikai értelemben a dolog a mi javunkra szólt. Az Egyesült Államok erősen, elszántan cselekedett, vállalta a támadást. Európa optimista volt, nyitottan gondolkodott, köszöntött bennünket a piacon, és Oroszország gyenge volt, Gorbacsov minden hitelt megérdemel, hogy feladta, de feladta. Egy szóval, ideális politikai közeg volt, Közép-Európa tele volt olyan egyénekkel, akik képesek voltak arra, hogy ezt eljátsszák. Magyarországon Géza is ezek közé tartozik, Prágában Havel és mások. Egy szóval, valóban megvannak a szereplők, és most úgy hiszem, a nyugat nem játszik tovább támadólag, és muszáj támadót játszanunk. Ezt az utat Lipcsében kezdtem, aztán Pozsonyban, Bratislavában jártam, aztán Wroclawba kerültem, de megálltam Barcelonában is kedden, mert a Slavia Praga a csapatom játszott a Barcelona ellen. A Barcelona a legjobb futballcsapat a világon, a legjobb játékosokkal a világon. És az a lényeg, hogy ők folyamatosan támadnak. A mérkőzés során 80%-ban tartják a labdát és támadnak. A Slavia nem azért jött, hogy védekezzék, hanem hogy egyenlő módon támadjon polpozícióból. Fizikailag nagyon terhes volt ez a játékosok számára. És a harmadik csapat lettünk az elmúlt 4 évben, amely nem rugott gólt Barcelonában. Döntetlen volt 0-0, mert offenzívát játszottunk, tehát sikerült Dávidnak Góliát ellen játszani, de támadó játékkal. Ha védelkeztünk volna a Barcelonán, esélyünk sem lett volna. És ez olyasmi, mint nekünk fel kell használnunk arra, hogy energiát adjunk önmagunknak, hogy offenzívát játszunk a szabadságért, és ne védelmi pozícióval játszunk, mint az elmúlt 2 évben. Köszönöm. Köszönjük, Sasha. Tudatában kell lenni annak, hogy a gólok a Slavia, a gólja elmaradása a Slavia Prágának köszönhető, és nem neked, de most adjuk át a szót nagyon kiemelkedő kollégánknak, Chess Paulnak, aki azt hiszem egyedülálló helyzetben volt, mert a kellő szívében volt a külpolitika alakulásának,
a Lady Margaret Thatcher víziójának és műhelymunkájának köszönhetően, akit nem is lehet elég magasra értékelni, mint szereplőt ebben a nagy játszmában és általában, és mielőtt én átadom a szót Chess Powellnek, hadd nyugtázzam, hogy egyes más előadók ennél az asztalnál már nyugtázták, hogy Habsburg György, Otto von Habsburg legidősebb fia körünkben van ma, és az ő atya mindig kitűnően beszélt magyarul, mindig azt állította, hogy ő magyar, és György a nyomába lépett, és fontos, önkéntes munkát végez Magyarországon. És nagyon köszönjük ezért, ez György, és át is adom a szót ezzel Chess Powellnak. Köszönöm, elnök úr. Nos, az, hogy itt vagyok ma, azért van, mert az Egyesült Keletnémet ország fölépítette a Berlini falat 1961-ben, hogy kívül tartsa Fuldát, de nem sikerült ez a cél, ugyanis ők egyfolytában engedtek a fal másik oldalán, és az életüket nagyon nehézé tették, de nos, mi volt a kiinduló pont? Azt hiszem, nagyon nagyra értékelem Alexander Vondra megjegyzését, ugyanis azt gondolja, hogy az ő lojalitása sosem túlódik el, de találkozó végén azt javasoltam, hogy vizsgálja meg a zoknit, amelyet ma visel. Ezek Barcelona színű zoknik. Az egyik a Slavia, a másik a Barcelona. Nyilvánvalóan egyetértek nagy részével annak, ami már elhangzott, de a kiinduló pontom az lenne, hogy a 70-es évek közepén, amikor Ronald Reagan és Margaret Thatcher, két rendkívüli politikus nem volt már hivatalban, és Londonban találkoztak, és egyetértettek abban, hogy ugyanazt az átfogó célt osztották, amikor kormányra kerültek a maguk idejében, és egyik legfontosabb célok közül az volt, hogy a nyugat túlságosan alászkodó volt, alávetett volt a szovjetunió és a kommunista rendszerrel való munkában. Beértük a détanttal, a békés egyetéréssel, vagy az osztpolitikával, vagy ahogy akarjuk nevezni, de ez egyszerűen nem volt elég. Tehát a cél az kellett, hogy legyen, hogy lebontsuk a kommunista rendszert, és ez másfajta, nagyon másfajta politikát igényelt attól szemben, amit addig követtek. Természetesen ez a politikai változás, amely megtörtént, miután Margaret Thatcher megnyerte 79-ben a választást, és Reagan elnök 82-ben, 80-ban, bocsánat. Nos, ez a nyelv változásához vezetett, és hallottuk, hogyan emlékeztették a gonosz birodalom retorikájára, amely meg kell mondja, Margaret Thatcher teljesen egyetértett, ami talán a legnagyobb előny, amit a Szovjetuniótól kapott, a Vashölgy, Iron Lady címe, amely így jelent meg a Vörös Hadsereg magazinjában, de örökre bánták, hogy ezt mondták, mert ő attól kezdve ezt rendkívül nagy mértékben használta. Tehát ő kemény vonalat képviselt a Szovjetunió ellen, maximális nyomást gyakorolva. Ez volt a stratégiája a 1980-as évek elejének, de hogy közelebb kerültünk a időszak középső szakaszához, Margaret Thatcher azt a felfogást kezdte vallani, hogy van egy másik ága is ennek a politikának, amelyet fejleszteni kell, nevezetesen, hogy azon dolgozunk, amit ő úgy tekintett, mint a Szovjetunió alsó lágy alhasát, és ez Kelet-Európa volt, ahol látható volt, hogy a dolgok kezdenek bomlani, és arra gondolt, hogy ez lehet, hogy bátorítani kell, fejleszteni kell addig a pontig, amikor is gyorsan megnöveli majd a szovjet rezsim nehézségeit. Ez a koncepció volt az, ami oda vezette őt 1984-ben, hogy meghívassa magát, amiben az ősnevén elég gyakran fordult, hogy meglátogassa Budapest, ahol el is jött, és ahol nagyon érdekes megbeszéléseket folytatott az akkori pártfőtitkárral, Kádárral. De valójában, ami lenyűgözte őt 84-ben, az volt, hogy megtette a híres, hírhedett látogatását a budapesti vásárcsarnokba, és csak nem reveláció, bibliai fajta reveláció volt, és azt mondta utóbb, hogy valóban érezte, hogy alul
a kommunizmus máza alatt Kelet-Európában és a szovjet dominációban a demokrácia szíve lüktetett, és várt arra a pillanatra, amikor kifejezheti magát. És ez bátorítja őt attól kezdve, hogy diszkrét módon fejleszte, nem akar túl provokatív lenni, szokatlan módon nem akar túl provokatív lenni, de ez vezetett, mert a szovjet megtoláshoz vezethetett volna, hogy arra bátorítsa a magyar fejlődést, hogy működjön Lengyelországban is és a Csehköztársaságban is. De Magyarország esetében ez oda vezetett, hogy Kádár úr eljött Londonban 85-ben, az ezt követő miniszterelnök eljött Londonba, és Margaret Thatcher is meglátogatta Budapestet ismét 1990-ben, hogy találkozzon Antal úrral. De párhuzamosan ezzel ő egy kicsit később felkereste Lengyelországot, hogy találkozzon a szolidaritás embereivel, és nagyon érdekes látogatás volt, ugyanis a kormány akkor Jaruzelszky tábornok kezében volt, aki nem túl lelkesedett azért a gondolat, hogy Margaret Thatcher meglátogassa őt és találkozzon a szolidaritással. Tehát rendkívül jól megtervezett látogatásunk volt, amelynek felét a lengyel kormánnyal töltöttük, de egy bizonyos ponton, amikor megérkeztünk Gdanskba és megláttuk a nagy hajógyárat, Margaret Thatchert elvitték egy szállodába Gdansk közelében, kapott egy szobát, és a brit kormány minden támogatását visszavonták, a biztonságot, minden, csak ketten voltunk, és ott ültünk, és egymásra bámultunk, azon törve a fejünket, hogy mit teszünk legközelebb. És amint olyan gyakran ilyen esetekben a következő az volt, hogy nem tettünk semmit jó ideig. Aztán körülbelül 30 perc múlva az ajtó kinyílt kissé, és egy nagyon felismerhető fej jelent meg, az ödöltes vezetője, és azonnal visszahúzódott, és becsukta az ajtót, és azt mondtuk, hogy ez volt a találkozás szolidaritással, de aztán körülbelül 30 másodperc volt az ajtó tágra nyílt, és a nagy vezető megjelent. Hátulról lögdösték egyik asszisztense, hogy belépjen a terembe, és ez indított egy kapcsolatot kettejük között, ami azt hiszem érdekes volt hatásában. Együtt ebédeltünk vele és támogatóival, és a templom sekrestjéjében, ahol misén vettünk részt, és mindenki azt remélte, hogy lépések történnek előre, és a végső lép érdekes része ennek az volt, hogy amikor elindultunk, késő este volt a varsói repülőtéren, a nap miniszterelnökének nevére már nem is emlékszem, ott volt, hogy formálisan elbúcsúzzon Thatcher asszonytól. Tehát ennek vége volt, hogy meghalt, és felment a repülőgép lépcsőin, és egy kocsi érkezett vágtatva a repülőtéren át, megállt a kifutópályán, csikorogva fékezett, és kiugrott Jaruzelszky tábornok, egy nagyon nagy rózsacsokorral, amit a karjába nyomott, szalutált, hátraarcot csinált, és eltűnt. Ez egyik legkülönösebb emlék volt, amit megőriztem ezekről az időkről, de valójában teljesen más atmoszféra volt ez Prágában, ahol Margaret Thatcher találkozott Havel elnökkel, aki eljött Londonba, Alexander Vondra is ott volt, hiszen ő tanul lehet, tehát elment Prágába, nagyon izgatta a dolog, ugyanis éppen ekkor lett elnök, és az egyik tanácsa az volt, mindig túl lelkes volt, hogy minden alkalommal értekezett tartson, ezért volt az, hogy mindig is erre törekedett, és a brit nagykövetségen találkoztuk, azt mondta Charles, hogy menni kell, elkésünk, a miniszterelnök várt, nem, mennünk kell, tehát végül is elindultunk, és felhajtottunk a dombra, a várba, a díszőrség köszöntött, játszott egy zenekar, és ők kiszállt a kocsiból, miközben a zenekar elkezdett játszani, és a gárda parancsnok jelentett, és javasolta a Thatcher miniszterasszonynak, hogy tekintse meg a gárdát, de Havel elnökre nem utaltak ebben a helyzetben. Így aztán maga a Thatcher megnézte, megvizitálta a gárdát, és utána egy mellékbejáratról futva megérkezett, felvéve zakóját egyidejűleg, próbálta megkötni a nyakkendőjét, tehát megjelent Havel elnök, és kifulladva megérkezett, azt mondta, ó, jaj, nagyon sajnálom, mit tegyünk most, mire ő azt mondta. Tökéletesen egyszerű. Ismét megvizsgáljuk a gárdát, és együtt fogjuk őket köszönteni. Tehát
Fantasztikus emlék volt ez ebből az időből. Nos, egyszerűen, ha már erről korábban beszéltem, vegyünk egy pontot tegnapról, ami nagyon lenyűgözött. Néha az volt a benyomásom tegnap, hogy az emberek úgy gondolták, hogy Magyarország és más kelet-európai országok valahogy a szabadságukat valójában minden nehézség nélkül érték el. Nem tagadhatjuk, egyáltalán nem tagadhatjuk, hogy az első és legfontosabb és mindent lenyűgöző dicsőség a magyar népnek szól, a lengyel népnek szól, Kelet-Németország népének, Csehszlovákia népének, de soha nem történt volna mindez meg, anélkül az összefüggés nélkül, amit létrehoztunk, és ez a kontextus az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy szembeszállunk a kommunizmusba, kommunizmussal, és eljuttassuk a kudarcig. Ez aztán létrehozta a rendszerváltást, amikor nagyon sok idős szovjet politikus leesett a faágáról, amint kucorgott, és azt kell mondjam, szomorúan hallottam tegnap, hogy egy vagy két ember azt mondta, hogy igen, Gorbacsov, ő rendes ember volt, de valójában nem sokat lehet a számlájára írni. Nem, óriási dolgokat lehet a számlájára írni. Itt volt az az ember, aki valóban a szovjet politikát fejreállította, az az ember, aki nem volt készen erkölcsi alapon arra, hogy fegyvert használjon és erőt alkalmazol olyan módon, hogy a korábbi szovjet vezetők ezt tették volna, felhabozás nélkül, mert ilyen volt a rezsim természete. Tehát ő nagyon is komoly részt érdemel az elismerésből, de inkább arról van szó, az általános nyomás a Szovjetunióra, nem csak arról szólt, hogy Kelet-Európának segítettünk visszanyerni szabadságukat, nekünk ott a saját célunk, köszönjük szépen, egy masszív nukleáris erő volt, amely nem veszi célba a többi az Egyesült Államokat, úgy, ahogy nem veszi célba az Egyesült Államokat sem nukleáris fegyverekkel, mert a célunk az volt, hiszen nekünk is volt ilyen fegyverünk, hogy úgy győzzük rá a Szovjetuniót, ha tetszik, hogy a lehető legkevesebbet használjuk az ilyen fegyvereket, és segítsük a kelet-európai népeket szabadságok visszaszerzésében. Szerencsére a kettő, a két cél kombinálódott, és együtt sikerült meg, most nevezetesen így történt a dolog. Nos, azt hiszem, így a vita első részénél azt mondhatjuk, hogy volt még egy vonatkozás, mert tudom, hogy az emberek megkérdeznek róla mindenképpen, nevezetesen Margaret Thatcher hozzáállása a német újraegyesítéshez. Margaret Thatcher óriási dolgokat fektetett be Gorbacsov gondolatába. Ő eljött az Egyesült Királyságba 1984-ben, ugyanabban az évben, amikor Kádárt is fogadta. Ő éppen tagja lett a politikai bizottságnak, a politbürónak, és senki sem tudott róla. Ő azért jött, mert úgy gondolta, hogy ideje, hogy azonosítsuk a következő szovjet vezető generációt, és nagyon sok akadémikus ült le, és megvitatta ezt, és három névvel álltunk elő. Az egyik Romanov volt, aki a leningrádi pártitkár volt, akit aztán elbocsátottak a sikertelen és rossz hírű pucs után. A második Grishin volt, aki a szovjet szakszövetség elnöke volt, és a harmadik volt Gorbacsov. De nem tudtuk, hogy melyiket hívjuk meg. Karakterisztikus módon a brit diplomácián mind a hármat meghívtuk, és bizony Gorbacsov volt az, aki el is fogadta, és megérkezett az Egyesült Királyságba. Ismeretlen alak volt, szinte semmit nem tudtunk róla. És Margaret Thatcher úgy döntött, hogy a Checkersben a miniszterelnök vidéki birtokán fogadja őt, és egyfajta nagy báró korabeli gyönyörű hal volt, ahol tűzízott a kandalóban, és Gorbacsovot az első látásra fogadta, és teljesen más volt, mint minden más korábbi szovjet vezető. Először is fiatalabb volt, és valójában rugalmasan mozgott a talpán, vidám volt, és mosolygott, és volt egy elegánsan öltözött hölgy mellette, Gorbacsovné Rajsza. És az első pillanatban, amikor leültek ebédelni, és ez volt a Lidéc nyomás a megjegyzések, jegyzetkészítők számára, mert egyik sem beszélt rendszeresen, tehát próbáltam enni ebéd alatt, de erre nem kaptam esélyt, mert ők vitatkoztak, élénken vitatkoztak, és Margaret Thatcher azt mondta Gorbacsov elnöknek, akkor nem volt még elnök, de a politbürónak már tagja volt, azt mondta, hogy a kommunizmus egy gonosz doktrína, és ha bármi gondja van, és változtatni akar vele, ez nem jut messzire, mert ez nem megjavítható. És azt hiszem, bármelyik más szovjet vezető ezen a ponton kisétálta, de ő nem. Ő vitába szállt, visszaszólt, leírta, hogy mit kéne tenni, és
bírálta a brit rendszer egyes vonatkozásait, de meg kell mondjam, abban a pillanatban valóban igazolható módon, és ezzel született a kapcsolat, amelyre próbálok emlékezni, legalább 9 különböző értekezetet jelentett az 1990-es évekig, és ez alatt az idő alatt jól lehet, elmondhatom, hogy különböző pillanatokban Gorbacsov elnök rendkívül keménynek találta Margaret Thatcher, de ugyanakkor nagyon értékelte őt, mint egyfajta üllőt, amelyen egy kovács kikalapálhatja gondolatait. Ha ő megsérül, akkor segíteni kell, de talán valaki más, bár senki más nem lett volna, akit meg lehetett volna győzni. Tehát mindenről beszélve, és látván a dolgokat, a változásokat Kelet-Európában, amikor a német újraegyesítés gondolata felmerült, ezeket az 82. második felében őszintén szóval őt ez riasztotta. Úgy gondolta, hogy a német újraegyesítés hirtelen megjelenik a napirenden, és kezd előre haladni. Ez Gorbacsov urat nagy kockázatnak teszi majd ki a Szovjetunión belül, a kemény vonalas szovjet hadsereg képviselőitől és egyebektől. Tehát azt mondták volna, hogy túl messze megy, és egyszerűen eltávolították volna őt a hivatalából. De Gorbacsov elnök maga is osztotta ezt a felfogást, láthatóan, mint sok más nyugat-európai vezető is, beleértve a legfigyelmevétőbb módon Mitterrand francia elnököt is, aki úgy gondolta, hogy a német újraegyesítést nagyon szélsőséges, az ő nézete is sokkal szélsőségesebb volt, mint Margaret Thatcher, ami már azért valami. Nos, ez oda vezette a miniszterelnök asszonyt, hogy úgy érezze, hogy a német újraegyesítés olyasmi volt, amit meg kell valósítani, de lassabban. Nem szabad egyszerűen elsietnünk arra a pontra, ahol a német újraegyesítés létrejön. Kell, hogy legyen egy átmeneti időszak bizonyos tárgyalásokkal, talán valamifajta konferenciót létrehozva a két Németország között, aztán a konfederációt föderáció változtatva és végül újraegyesítve. Tehát egy 5-6 éves perióduson gondolkodott, és ez olyan vízió volt, amiben osztozott több nyugat-európai vezető is az ellen, és meg kell mondjam, maga Bush elnök is a folyamat elején, amikor James Baker támogatásáról nyilvánította az azonnali újraegyesítést. Tehát nem volt egy nem intelligens politika. Olyan politika volt, amit arra irányítottak, hogy megőrizzék az összefüggést, amelyben Kelet-Európa eléri szabadságát, minden zavar nélkül, annélkül, hogy ellencsapás jönne, hogy a szovjet hadsereg ismét beavatkozna. Olyan politika volt, amely kudarcot vallott, mert az események lendülete túl erőteljes volt. Olyan, úgy érezzük fel ezt a pillanatot, olyan volt, mint egy ember a szörfdeszkán, aki sosem várta, hogy az újjáegyesítés megtörténik, sőt, nem is volt Németországban, amikor a Berlin fal ledőlt. Ő külföldön volt, valós Skandináviában, és vissza kellett rohannia, de olvasta a jeleket, nagyon értelmezte, és azok a félelmek, amelyeket Gorbacsov úr helyzetét illetően támasztottak, ezeket megmosították, de mindenképpen nem szorították ki a hatalomból még vagy 18 hónapig, és nem volt oktalan dolog emiatt aggódni, sem azok a félelmek, hogy Németország talán NATO-ba be akar lépni, vagy semlegesé akar válni. Nem volt ez unintelligens politika éppen, hogy Margaret Thatcher maga is úgy emlékezett önéletrajzában, amit egy bizonyos John Sullivan írt, hogy az ő politikája kudarcot vallott. Köszönöm, és itt leállok, elnök úr. Talán a jövőben még lesz módom hozzászólni. Nagyon szépen köszönjük, uram. Azt hiszem, ez egy rendkívül mély belátásokat, betekintést kínáló és nagyon jól megszerkesztett előadás volt, és viselte a British understatement, alulbecs és elegancia legjobb jellemzőit. Ebben a pillanatban ellenállhatatlan számomra, hogy ellenálljak és meghívjam kollégáját Margaret Thatcher irodájából, barátunkat John O'Sullivant, hogy mondjon néhány szót. Megkértem az értekezlet előtt, hogy John mondjon valamit, és akkor ő nagyon szerényen visszavonult, de azt hiszem, John-t ön említette a könyvét illetően, a pápáról, és az elnökről, és a miniszterelnökről, ez egy dolog, és úgy hiszem, bizonyos módon ön is csatlakozhat
a korábbi szavakhoz, és mindez elvezet minket a 90-es évek elejére, akkor, hogy megtudjuk, hogy hogyan segített a nyugat az új demokráciákat. Kérem, mondjon egy pár szót erről. Nagyon röviden leszek, mert nem készítettem elő megjegyzésemet, és nincs is túl sok hozzátenni valóhoz, ahhoz, ami elhangzott, amit Charles mondott, nagyon más perspektívából, de elég szerencsém volt abban, hogy közvetlenül a Downing Street-i munkám után a National Review-hoz kerültem az Egyesült Államokban, korábban pedig az Örökség Heritage Alapítványnak dolgoztam, tehát dolgokat úgy vehetjük, hogy mind London, mind Washington szemszögéből láttam a dolgokat, ami nagyon hasznos volt valóban, amikor Lady Thatchernek segítettem Rowan Harrisonnal együtt a memoáriának megírásában, és nagyon örültem, hogy Charles foglalkozott a helyzettel Gorbacsovot illetően, és hogy úgy tette, hogy tette, és hozzáteszek egy rövid megjegyzést ezen a ponton, tehát amikor a könyvemet írtam Reaganről, Thatcherről, illetve a pápáról, nagyon érdekesnek találtam a különböző országokban, ahol jártam, hogy mindig ugyanazt a kérdést vetették fel, amire mindig más és más válasz érkezett a hallgatóság részéről. És a kérdés az volt, egyetértek önnel abban, hogy ez a három fő szereplő hatalmas szerepet játszott a változásban, de másodszorban, amikor beszéltem, mindig foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy milyen szerepet játszott Közép- és Kelet-Európa népe saját felszabadításában, ami azt hiszem abszolút létfontosságú volt, ahogy ez el is hangzott, és hogy a bársonyos forradalom valójában nem a három főszereplő munkája volt, akik a könyvemben szerepeltek, de hát ez létfontosságú, de az is kérdés volt, hogy nem gondolja-e, hogy jelentős szerepet játszott a lengyeleknél. A kérdéssel a lengyelek mindig úgy foglalkoztak, hogy Havel elnök milyen szerepet játszott. Az a név, amit Lengyelországban vártam volna, Lech Walesa volt, de a kérdést mindig felvetették Nyugat-Európában is. Jó néhány nyugati államférfi nevét vetették fel, az egyik nyilvánvalóan Kohl kancellár volt, aki nekem hatalmakba kerülése rendkívül fontos volt a hidegháborúk ebben a fázisában, megerősítve a nyugatnémet közvéleményt, és hogyha megnézzük a nyugatnémet külpolitikát a háború óta, el kell mondjuk, hogy ő és Adenauer kancellár volt a két jelentős figura. Willy Brandt, of course, persze nagyon fontos szereplő volt, de az Ostpolitik akkor már zsákutcába jutott abban az értelemben, hogy a kötelezettségvállalásaik a nyugat felé létfontosságok voltak abban, hogy létrejön a demokratikus Németország, a rövid és hosszú távon egyaránt, de Kohl kancellár lépései biztosították, hogy erős, semleges politika folyt a német baloldal részéről, és ezt elterelték, és Németország kötelezettségvállalását a politikához, amely létrehozta a változást, ez totális volt, tehát mindez nagyon fontos volt, de a lényeg az volt, a nyugat-európaiak mindig is hallani akartak egy nevet, természetesen Gorbacsovét, és azt hiszem, hogy ők jók, nekik jókuk volt erre, és Charles körvonalazta azokat az okokat, amik ide vezettek nagyon hatékonyan, és én teljesen együtt is értek vele, azonban voltak egyesek nyugat. Akartak hitelt adni Gorbacsovnak, nem akartak érdemeket Reagannak, vagy Thatchernek, vagy a pápának. Tehát ez történelmellenes és ideológikus volt, és nem volt semmi értelme. Lényeges szerepe az volt, hogy bizonyos értelemben kis és szomorú végre jutott, mert az ellene végre jutott államcsincs során, bár ez kudarcot vallott, nem őrizte meg a rendszert, őt mindenképpen megdöntötte, és aztán őt felváltotta egy sokkal drámaibb személyiség Jelcin személyében. De Jelcin úgy tűnik kudarcot vallott abban, hogy véghez vigye azt az ígéretet, amit korábbi éveiben tanúsított, és ennek eredményeként
Oroszország nem maradt elkötelezett a nyugat mellett, mint ahogy volt az első 3-4 évben, nagyon drámai módon. Tehát valójában ennek Gorbacsov eltűnésének következtében úgy szólván elvesztettük az ő támogatását a pálya széléről az államcsíny után, úgyhogy elvesztettük a lehetőséget, hogy lezárjuk a végső megállapodást Oroszországon, hogy megtetett volna. Nem akarom ezt kibővíteni, de mindenképpen köszönöm Gyula a lehetőséget, de azt hiszem, ideje, hogy visszavegyem pozíciómat a közönség soraiban. Köszönjük, John, nagyon köszönjük. Mindjárt visszajön az elnök, de addig Gyula, de addig átvettem a szót. Tehát elértünk a boldog véghez, a kommunizmus véget ért, és akkor elindult az a hatalmas feladat, különösen az alapvetően egyesített Európa szempontjából, az euróatlanti világban, hogy hogyan állítsuk helyre a gazdaságot, hogyan állítsuk helyre a demokratikus rendszert, azt a gazdaságot, amely nem élvezett folyamatosságot 40 éven át. És a nagy felelősség ezügyben nyilvánvalóan az új vezetőkön múlt Kelet-Európában, és ugyanakkor a világvezetői kezében is volt. John említette, hogy Jelcin nagy ígéreteket tett, és azt hiszem, nagy bizalom volt bennünk abba, hogy Oroszországot elhozzuk, és nem állt ellent a felbontásnak, és azt hiszem, ez nagy erénye volt. Továbbra is emlékezni kell a történelemben rá, hogy a Szovjetunió eltűnt békés körülmények között, és ami még sokkal fontosabb volt, mint közép-európai békés átmenete, de később aztán talán iszogatás és más rossz szokás emiatt Jelcin kudarcot vallott, de ugyanakkor az Egyesült Államok hogyan állt fel az Egyesült Államok e kihívással szemben, és valamennyien emlékszünk, hogy George Bush bejelentette, hogy új korszak következik. Tehát Ed Fernand, talán megoszthatod velünk, hogy hogyan is volt ez. Köszönöm, elnök úr, a fal leomlása valóban új korszak kezdetét jelentette mindannyiunk számára az Egyesült Államokban. Magammal hoztam egy könyvjelzőt, amit az asztalomon tartok minden nap, ami a fal egy darabja, amit a Heritage Alapítvány igazgató tanácsával együtt odautaztam. Emelje fel, talán a közönség láthassa. Tehát Berlinben 3 héttel a leomlás után, december 1. hetében, 89-ben Berlinben jártam, és egy nagyon vállalkozó termelmi kapitalistától béreltem egy vésőt és egy kalapácsot, hogy ne késsek a falnak, és néhány szilánkot levöntsak róla, és ez szimbolizálja a rendszert, amely nagyon törékeny alapokra épült. És már említettem korábban másik hősömet ezekben a csatákban, aki Otto von Habsburg volt, és nagy megtiszteltetés, hogy találkozhattam vele 65-ben, otthonában, Bajorországban, és akkor én egy cikket jelentettem meg, amelyet ő írt, az Intercollegiate Review nevű névtelen amerikai újságban jelent meg 1966. szeptemberében. A cikk címe az volt, nehéz, a kommunizmus hatása a kulturális és pszichológiai politikákra Kelet-Európában. Bocsánat, a kulturális és szociális politikára Kelet-Európában. Nem olvasom fel az egész cikket, de az egyik utolsó mondatot igen. Tehát itt egy döntő kudarc jelent meg, amit a rendszer elszenvedett. Ez olyan tény, ami nem a gazdasági sikerzett válsághoz, vagy a külpolitikához, vagy a belpolitikai stratégiához kapcsolódik. Ugyanis e kudarc miatt a kudarc okát abban a lelki állapotban kell keresni, abban a személyes pszichológiában, amely nem tűri tovább a bilincseket, mondta Otto von Habsburg 1966-ban. Ronald Reagan 1984-ben.
A szocialisták figyelmekül hagyták az emberi oldalt, nevezetesen az emberi lelket. Tudnak menedéket adni, megtöltik a gyomorodat szalonnával, zsbabbal, kezelnek, ha beteg vagy, mindezt garantálják egy fogolynak vagy egy rabszolgának is, de nem értik, hogy mi álmodunk is. Ez az én két hősöm. Bush 4 évig szolgált. Ez olyan idő volt, amikor jelentős felfordulás volt az Egyesült Államokban. Megtette mindent az Egyesült Államok, hogy megtehetett volna már, ami azt illeti, hogy csökkenteni az adósságot a kommunista időkből. Egy új Marshall tervről Közép-Európa számára, de ezt nem tettük. Igen. Az Európai Unió és a NATO-ba való belépés végső soron erős amerikai támogatással történt, és sokat ért el, de nem ért el mindent, amit szerettünk volna, természetesen nem. A demokráciák nem így működnek. Ezek zűrös, zűrzavaros célokat jelentenek meg, megosztott népekkel, akadályok teremtésével, az értékek megosztásával, az emberek és a szavazók körében. Hajlamosak elveszteni a hosszú távú perspektívát minden a következő választás tükrében, és nem a következő nemzedék tükrében történik. Emlékeztettem barátaimat, hogy Washingtonban oly sokan azt a felfogást vallják, hogy a fontos ügyek, a sürgős ügyek mindig legyőzik a fontosakat, erőre pörgetve. Szeptember 9-11, túl vagyunk már a Clinton éveken, eljöttünk George W. Bushhoz, aki mindent megváltoztatott. Aggodalmik azt illetően, ami Európában történt, eltűntek annak a ténynek a tükrében, hogy új segítséget, szövetségeket kerestünk, és hosszú háborúba kezdtünk, mint európai barátaink is, akik a 16. században visszamenve tudják, hogy milyen volt a 30 éves háború. Mi az Egyesült Államokban problémákkal küzdöttünk, hogy akárcsak egy 18 éves háborúval is megbirkózzunk. Nem kifogás, ez csak magyarázat, hogy amit mondhatnánk, hogy csökkent az érdeklődésünk, legalábbis az Egyesült Államok nagy részében a folyamatos siker és fejlődés tekintetében valójában történik. Ez azonban sajnos megerősítette a fiatal Bush, tehát a 43 éves Bush, az ifjabb Bush kötelezettségvást kapott a cseh köztársaságtól, Magyarországtól, ami azt illeti, hogy rakéta elhárító védelmi rendszereket kell telepíteni. Bushnak most Obama követte egy másik párttal és más pártból és más felfogással, és Obama visszavonta ezeket a kötelezettségvállalásokat, miután a cseh kormány és a magyar kormány is politikai fájdalmat szenvedett el emiatt, amire valamennyien emlékeznek majd. Ez nem vezet oda, hogy megbízható szövetségeznek tekintsenek minket az Atlanti-óceán másik oldalán, és talán ez egy másik konferencia témája lehetne egy más napon, de ami az ideológiai háborút illeti, manapság az Egyesült Államok egy más polgárháború peremén találjuk magunkat. Ez Gramscihez nyúlik vissza, és az intézményekhez, amikor az Egyesült Államok, a sajtó, az akadémiák és kultúrának nagy részét átvették olyan egyének, akik nem hittek abban, hogy amit én a hagyományos értékeknek neveznék, tiszteletteljes egyénként, és az egyéni emberi jogok preeminenciáját hangoztatva. A probléma persze az, hogy nagyon nagy mértékben a történelem, mindaz, ami Kelet-Európában történt, vagy a volt Szovjetunióban történt, mindezt kitörölték az új nemzedék emlékezetéből. Az emberek nem elfelejtik, hogy mit jelentett ez átélni. Nemzedékek születtek, és ezeket csak arra tanították, hogy milyen attraktívak az ideológiák Bernie Sanders, Elizabeth Warren és a többi baloldaliak részéről, amelyek azonban lényegénél fogó strukturális hibákkal küzdenek, amire az én generációm nem számított. Az emberek hajlamosak voltak elfelejteni, hogy milyen volt az, hogy létezett a Bernie fal, hogy potenciális agresszív akciót fenyegetése alatt éltünk világszerte, egy világszerte dúló fenyegetésben.
ami számukra a történelem, az számukra lényegtelen, semmilyen komoly következésre nem alkalmas, és a legnagyobb baj, hogy ismeretlen. Tehát azt jelenti, hogy rajtunk múlik, hogy elmondjuk gyermekeinknek és unokáinknak Venezuelát, Észak-Koreát, Kubát, a kínai nagyugrást, igen, és igen, a Szovjetuniót és a Berlin fal történetét, beszélve Karol Wojtyláról, Václav Havelről, Mindszenty József kardinál, bíborosról és sok más nagy hősről, őket elfelejtettünk az Atlanti-óceán felénk eső oldalán. A szabadságért folyamat sosem ér véget, ez igazi küzdelmet valamennyien tudjuk, amit én és sokan közülünk az életünket szántunk arra, hogy megpróbáljuk bővíteni és megőrizni a legjobb tudásunk szerint, de ez elszántságot kíván és kitartó optimizmust, igen, hogy valóban képesek vagyunk különbséget teremteni. Elnök úr, és ezért van az, hogy különös köszönetem szól a Danubius Intézet részéről, nem csak arra gondolva, hogy mit történt 30 éve, tehát építhetünk erre, jobbak tehetjük a dolgokat, és elmondhatjuk a jövő generációknak, hogy valójában milyen volt a jövő, amikor a jövőben tekint. Jövőben tekintünk, valójában milyen volt a múlt. Köszönöm, elnök úr. Nos, köszönöm. Azt hiszem, Ed Fellner két nagy feladatot látott el egyszer. Az egyik, hogy a beszélgetést valóban egy magas szintre emelte, szónoki értelemben és intellektuális értelemben egyaránt, amikor ő a saját napjainkról beszél. Úgy látom, az idő gyorsan halad, tehát talán rövidítünk, és ő meg is tette ezt a rövidítést azzal, hogy, és ez a második sikere volt, tehát valójában most már nem kell túl sokat beszélni a 90-es évek elejéről, de hadd mondjak néhány szót a partner kapcsolatról a nyugati országokkal a 90-es évek elején, aztán átadom a szót másik barátaimnak Közép-Európából, Jeszenszky Gézának és Sasa Vondrának, hogy reagáljanak a jelenlegi állapotokra, helyünkre a nyugaton és a vonalak mentén, talán ellentmondva mindannak, amit Ed Fellner mondott, de hadd mondjak néhány szót először a 90-es évek elejéről. Azt hiszem, ez a csúcspont volt a történelemben, nemzeteink történetében. Azt hiszem, felejthetetlen számunkra, akik akkor aktívak voltunk a politikában, a politika felső szintjein Sasával és Gézával, hogy hogyan is, milyen melegen fogadtak bennünket a vezetők, minden vezető, minden nagy vezető, aki említettek majdnél az asztalnál, más szóval Margaret Thatcher, George Bush, az idősebb François Mitterrand, Kohl kancellár, és egy szóval a honfitársaim nagyon gyakran mondják nekem, és azt hiszem igazuk is van, és Ed Fulmer is utalt erre, hogy a nyugat pénzügyi értelemben szólva a gazdaság terén valójában nem volt felkészült, nem tudott élni a történelmi pillanattal, legalábbis nem annyira, amennyire reméltük, tehát alapgondolat egy második Marshall terv lett volna. És ahogy George Bush leírja a memoáriaiban, ő valóban szégyelte magát, amikor Budapestre jött először 89-ben, és 25 millió dollárt kínált fel Magyarországnak. És a memoáriaban leírja, hogy Condoleezza Rice, egy Ben Scowcroft, a legfontosabb kollégái a Nemzetbiztonsági Tanácsban, az Egyesült Államok politikai központjában megpróbálták meggyőzni a Brady pénzügyi minisztert és a kongresszus tagját, hogy segítsék ezeket az országokat, és végső soron csak Lengyelországnak sikerült ez, mert Wałęsa igen hitelesen lépett fel a kongresszusban, bemutatva az embert magát, és azt, hogy hogyan hoztak megkönnyebbülést ezzel a lengyel adósságszolgálatban. De nem szabad elfelejteni, az adósságszolgálat, ez a teher, amely Lengyelországot és Magyarországot nyomasztotta, hatalmas volt, és azt hiszem, stratégiai szinten, és hadd térjek vissza az első mondatomhoz, stratégiai szinten
ezek az emberek abszolút a helyzet csúcsán voltak, partnerek voltak, barátok voltak, és azt hiszem, óriási segítséget kaptunk, és óriási bátorítás saját nehézségeink közepette hazánkban, és nem szabad elfelejtenünk a korai NATO tagság szerepét sem, amit erősen támogatott Bush elnök. Nem szabad elfelejtenünk azt a nagyon meleg megbeszélést Margaret Thatcher asszonnyal, mert a vaslédi imázzsal ellentétben, és azzal az imázzsal, amit a brit sajtó terjesztett, egy nagyon melegszívű és színes személyiség volt, aki mindezt nagyszerűen tudta megmutatni egy értekezetet, mert nagyon közvetlenül szólt, és azzal megnyert magának. Ugyanezt mondhatom Mitterrandról, aki Antal Józsefet megkérdezte a balkáni válságról, hogy mit tegyen Jugoszláviával, és George Bush fölhívta a telefonon Antal József miniszterelnököt, hogy megvitassa vele nemzetközi problémákat. Tehát úgy hiszem, abban a szerencsében tészünk, hogy érezhettük, hogy valóban ismét részévé váltunk az integrált világnak. És az egyesítés tényleg megtörtént. Persze nem beszélünk Európa egyesítéséről, mi most az atlanti világ egyesítéséről beszélünk. Amint ez nagyon nyilvánvalóvá vált, ahogy az amerikai előadó mondta itt és ma és tegnap. Azt hiszem, egy nagyon rövid megjegyzés, mert két kollégánk bejön, néhány nagyon fontos megjegyzések közben lép. Ez lényeges a sport szempontjából, Magyarország és más országok gyakoroltak. Margaret Thatcher mindig megmondta, hogy győződve egy Kelet-Európát, be kell vonni a Közép- és Kelet-Európai Unióba a lehető legkorábbi pillanatban. Őt megdöbbentette, hogy 15 évbe tellett, mire ez létrejött, és ezt úgy tekintettem itt nagy szennyet az európai közösség múltjában. Egy tisztán protekcionista ok az Európai Uniós tagságot feltartóztatták, a tárgyasokat elhúzták, és mindenféle kifogást találtak. Ez valójában szégyenletes volt. Másik pont pedig az, hogy ugyanakkor ő nagyon lelkes volt abban, hogy Európát előre haladni lássa olyan módon, amely megkönnyíti, vagy könnyebbé teszi az újonnan megszabadult országoknak, hogy részévé váljanak egy korai fázisban. Tehát ezért érvelt ő, amellett, hogy rugalmasabb formában valósítsák meg, tehát elkerülni a mély szoros integrációt, amelyről úgy gondolja, hogy nagyon lesz, nehéz lenne az egyes országoknak. Tehát mindenképpen nehéz vagy lehetetlen lett volna Nagy-Britannia számára is elfogadni, és azt hiszem, az ő felfogásnak bölcsessége abból születik, hogy egyre több populista mozgalom támad Európában, és őszintén szólva ez az oka a Brexitnek is, miután nem néztünk szembe a Brexit gondolatával, és nem is lennénk, ha Európa egy kicsit rugalmasabb lett volna. Nincs mély Európa ellenes érzület a Britanniában, és nincs Európa ellenes érzület sem. Viszont utáljuk a bürokráciát, a centralizált hatóságot Brüsszelben. Ezt lehet rajta könnyíteni, vagy lehet lassan tenni, de ki akartunk szállni ebből az egész disznóságból, és ez az egész hozzáállás lényege, ami Európa egyes részeiben felbukkan. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm, és azt hiszem, át is adom a szót két kollégánknak Közép-Európából, akik szintén kommentálni fogják ezeket a problémákat, reményeim szerint. Nos, annak fényében, amit szeretnénk, amire vágytunk 30 évvel ezelőtt, azt hiszem, ez a történet pozitív része, tehát működő demokráciánk van, szabadságban élünk, politikai rendszerünk szabványos nyugati alapon működik mindenütt, és egész Közép-Európában gazdasági értelemben nyílt piac, szabadpiacos gazdaságunk van, kapitalista rendszer működik,
és a társadalom gazdagsága évről évre nő, jóléte, nemzetközi értelemben a NATO-val szoros kapcsolataink vannak, tehát a biztonsági garanciák is birtokunkban vannak, és mi részei vagyunk az Európai Uniónak is. Tehát eddig minden rendben, csak egy kis kiegészítéssel a nagypolitikából értem, hogy Gorbacsov és amit mondanak róla, és együtt is értek önökkel, de ugyanakkor egy szép szót mondanék Boris Jelcinről is. A nagyhatalmi politika szempontjából, ha valaki iszákos, és oda-vissza közlekedik, az egy kis problémát jelentett, de ugyanakkor, hogy van egy elnök Oroszországban, akivel ez ember elmegy inni egész este, és ez iszákossági expedíció végén ígéretet kap, hogy holnap reggel a sajtókonferencián elmondja, hogy nincs kifogása a NATO bővítése ellen, és ő ezt megtette. Megtartotta ígéretét, hogy megdöbbenést okozva a Kreml megmaradt régi harcosainak egy kis ország perspektívájából ez szinte csoda volt, és bocsánat, hogy félbeszakítom, de Jelcin eljött Budapestre 91-ben, és azt mondta, hogy bocsánatot kér a magyar nemzettől mindazért, amit a Szovjetunió tett itt. De van ennek egy második része is, amikor Jelcin a beszédét tartott a magyar parlamentben valamilyen titokzatos okból, a kommunikációs rendszer kikapcsolt, nem működött a hangosítás. Ez elárul valamit arról, hogy milyen nehézségek vannak akkor, amikor próbáljuk módosítani az országot, amelyet átvettünk. Nos, ez pozitív része a történetnek, de hát most gondosan kell eljárnunk, mert mindezek a nyeremények, eredmények fenyegetés alatt állnak. Politikai probléma van, mert egyre progresszívebb módon uralkodik el a nyugati párbeszédben. Ez a társadalom megosztottságáról szól, nem arról, hogy összehozni ezeket a társadalmakat, és másodszorban ez a zöld mánia, zöld őrület, amely nagyon költségessé válhat, anélkül, hogy bármiféle garancia lenne a hatásának, mert ha Európa eléget ez ennek, és nagyon költséges lesz, és semmit nem kapunk cserébe, tehát ez átalakíthatja társadalmainkat is, mert ez a költséges gyakorlat óriási nyomást gyakorolhat a társadalmi újraelosztás rendszerére, és itt valós probléma állunk szembe. Az első zöld generációt illeti, akik valóban megoldták, de ma már fennáll a veszély, hogy a dinnye kívül zöld lesz, de belül vörös. Tehát ez a dinnye probléma nekem gondot okoz, és az Európai Parlament napi figyeléses, és másutt ezt veszem észre. És utána, nem utolsó sorban, nagyon sok válaszra szorulunk geopolitikai vagy intézményi nyerességeink területén, és az EU-ban elveszítjük az egyensúlyt London, Berlin és Párizs között a háromszögben, és ebben a háromszögben a kis országok együtt tudnak ezzel élni, mert kompromisszumok alapján tudnak élni, de most már van egy tengely, egy erősebb Németország és gyengébb Franciaország, és az Egyesült Államok deportál, és Trump alatt része a rendszernek, de ez egy tranzakciós rész, és Európa nem kínál semmit cserébe, tehát nem látjuk még a tranzakciókat itt, és hogyha Sanders vagy Warren, tehát a baloldalak nyernek, az lesz a vég, egyszerűen a vég lesz, tehát akkor a gyengébbek
és Párizs és Berlin kelet felé néz majd. Macron használja a német politika gyengeségeit pillanatnyilag, és mindenképpen már igyekeznek megállapodni Oroszországgal. Tegnap a NATO-t elküldték egy temetésre, ma Kínába, tehát NATO képviselőjét. Tehát könnyen ki lehetünk téve egy meglehetősen új problémának, és olyan megoldások merülnek fel, amelyeket meg kell vizsgálnunk, hogy mivel rendelkezünk, hogy túléljük ezt, és ehhez erős teljesítményre van szükség. Hazailag Magyarország rendelkezik ezzel, Lengyelország rendelkezik ezzel, hála Istennek. Én bírálom a cseh jelenlegi vezetést, de szükségünk van arra, hogy őrizői legyünk eredményeinknek, amiket elértünk 30 évvel ezelőtt, különben nagyon gyorsan mindent elveszthetünk a jelenlegi földrengésszerű állapotban. Nagyon köszönöm. Megint eszembe jut a Barcelona-Szlávia meccs, de gyorsan, rövid, úgy gyorsírásszerűen beszél, nagyon szenvedélyesen. Igen, egy disszidens, tehát egy lázadó mindig ilyen volt. És persze most megvitattuk Brüsszel problémát is, és nagyon szomorú tesz minket a Brexit valójában, hogy reagáljunk mindarra, amit Charles Powell mondott, mert azt hiszem, Nagy-Britannia egyebek között ellensúlyt jelentett az Európai Unión belül a föderalistákkal szemben. Nos, átadom az utoljára a szót barátomnak, Jeszenszky Gézának. Nos, nagyon nehéz egy reális és mégis pozitív vagy reményteli képet mutatni a mai Európáról. Antal miniszterelnök úr utolsó beszédében, külügyi beszédében, korai halála előtt arra figyelmeztetett, hogy félelme vagy víziója van arról, hogy a politikai fundamentalizmus a 21. század bolsevizmusával válik, akkor senki sem hallgatott rá. Az összes európai vezető, az Európai Demokratikus Unió Budapesten 1993. szeptemberében senki sem hitte azt, hogy hogyan valósul meg ez a jóslat. Az izlám fundamentalizmusra gondol, ugye? Nem említette az izlám fundamentalizmust. Nagyon megdöbbentett a nyugati életeket, amikor Antal József a 90-es évek elején azt mondta nekik, hogy az izlám fundamentalizmus a 21. század bolsevizmusává válik. Ő valójában szerette az iszlámot, mint kultúrát, és nem volt barátságtalan vele, de természetesen tudatában volt annak, hogy a fundamentalizmus a legnagyobb veszély az iszlám országok részéről, és nagy reményei voltak Törökországot illetően akkor, mert ő úgy gondolta, hogy Törökország világi alternatíva lesz a fundamentalista iszlámmal szemben. Nagyon szomorú módon nem így alakult. De hogyha valahogy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy miért nem értük el ezt a boldog állapotot, amelyre valamennyien vágytunk keleten és nyugaton 30 év alatt, arra nem számítottunk, hogy Magyarország, vagy Lengyelország, vagy Szlovákia, vagy a Cseh Köztársaság eléri Lengyelország prosperitását, de természetesen arra számítottunk, hogy erősebb lesz a prosperitás, virágzóbb gazdaságaink lesznek, és valójában ez egyik oka, amiért csalódás mutatkozott az egyik oldalon a korábbi fogoly nemzetek körében is, mert a legtöbben köszöntötték természetesen a szabadságot, de az átlagos, az utca embere vagy asszonya a prosperitást várt, és ez nem jött. Természetesen az országok gazdasági teljesítménye, nos,
nagyon pozitív értelemben fejlődött, de ez a fejlemény mégsem érte el a várakozásokat. Ugyanakkor talán nem volt reális új Marshall-tervre számítani, de a problémám ott van, hogy nem a pénzáramlás nem jött létre, vagy nem jött létre időben. Tudjuk, hogy időről időre tanulnunk kell, hogy az idő nem vár az emberekre. Nem csak pénzre számítottunk, láttuk azt is, hogy Kelet-Németországban bőségesen érkeztek pénzek Nyugat-Németországból, és mi a helyzet, mi a mentális pozíció a korábbi kelet-németek részéről. Természetesen nem boldog lélek ez, és nem boldogok az eredményeikkel. Nos, ami azt illeti, az EBRD, az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank 20 milliárd dollárt fektetett be a teljes csődbe jutott kelet-európai szekcióba Európában, ami nevetségesen kis összeg persze, és még ezt is nagyon nehéz volt egyáltalán megszerezni. És azt látjuk, hogy a veszélyek természetesen jelen vannak, de az iszlám fundamentalizmus elsősorban felel nyilvánvalóan a migrációért, és a migráció tekintetében nincs hiány az egyetértésben, de nincs elégséges egyetértés az európai kormányok körében. Azt hiszem, az alapegyezményeket nem lehet egyszerűen arról megkötni, hogy hogyan kezeljük, mennyit ismerünk be, hanem egyszerűen hogyan lépjünk fel, hogyan gondoskodjunk arról, hogy ne legyen szükség, ne legyen ára a tömegmigrációnak, a menekültek áramlatának. A Közel-Kelet folyamatosan felfordulásban él, és nagyobb a felfordulás, mint valaha az elmúlt korábbi 20. században, tehát nem lehetünk biztosak abban, hogy nincs szabályozhatatlan emigráció. Amíg az afrikaiak sokasodnak és szaporodnak évről évre, ilyen nagy százalékban, és Nigéria például 30-40 millióval indult, és most már 180 millióan vannak nagyjából, tehát a születésszabályzás elkerülhetetlen, és persze ennek sem látjuk jelét. Persze a legjobb születésszabályzás a virágzás, amit ezt látjuk minden európai országban. Tehát úgy vélem, amire szükségünk van, az egység a politikai vezetők között, ami többé-kevésbé létezett a 90-es évek elején, de igen, valamennyien látjuk és elítéljük, hogy a nagy vezetők a nyugaton és Közép-Európában eltűntek, és nem látjuk azokat, akik képesek lennének, és képesek és készek lennének helyükre lépni. Tehát talán nem vagyok túl divatos, amikor azt mondom, hogy Európa nem hanyatlik. Ha hanyatlana, valamennyien oda lennénk. A nyugat hanyatlása, ez egy létező jóslat, de egyelőre nem valósult meg. És rajtunk múlik, hogy képesek leszünk-e szembeszállni a kihívásokkal, és Európát olyan nagynak, olyan fontosnak, olyan egyesültnek tudjuk látni, ahogy ez James Baker javasolta. Tehát, hogyha az Egyesült Államok külügyminisztere volt, hogyha az Egyesült Államok sorsára hagyja Európát, akkor el kell fogadnunk ezt, bár reméljük, hogy ez nem történik meg. Végül is a két világháború nagy tanulsága az volt, hogy a régi és az új világ egyesülve megbirkózhat minden kihívással, és ezek a kihívások természetesen megmutatják a kihívást, milyen kihívás például a migráció, Oroszország új ambíciói, Putyin nem Jelcin, és ő, az ő fogyatékosságai, vagy az ő hozzáállása sokkal inkább riasztó, mint Jelcin iszákossága volt. És Kína, nos, Kína még inkább veszélyes, amit látom, mert Kína nagyon intelligens, Kína keményen dolgozik, Kína most már világhatalom, de nem hiszem, hogy békés hatalom lenne. Olyan hatalmas hadigépezetet felépítve, hogy Kína teszi,
Ezzel csak az Egyesült Államok tud szembeszállni, még az Egyesült Állam sem tud ezzel egyedül megbirkózni. Hát az európai vezetőknek azt hiszem, rá kell ébredniük arra, hogy az egyesülés hiányában nem tudnak eleget tenni ezeknek a kihívásoknak. A nem egyesült Európa minden nagy eredmény pusztulásához vezethet, minden ígérethez és reményhez, amelyet a nagy változások 30 évvel ezelőtt előidéztek. Egy szóval, nem a mi generációnk, akik olyan aktívak voltunk 30 évvel ezelőtt, hanem az új generációktól függ, hogy megoldják ezeket a problémákat. Ezek a problémák, ezeket nem lehetetlen megoldani, de képzeletre és egyetértésre van szükség, és nem szeretném ezt a speciális magyar problémát kihagyni. Mi arra számítottunk, hogy oly sok jó érkezik majd a változásoktól, beleértve, hogy a nemzeti kisebbségek tisztességes bánásmódot kapnak világszerte, és a kurdok is persze, valamint a magyarok Magyarországon kívül. Az egyik oka, amiért az átlagos magyar csalódást érez, hogy nem történt semmi. Persze történt valamit, Romániában Ceausescu ide vagy Huszák idejéhez képest valamelyest javult, de úgy hiszem, hogy itt meg kell értenünk, hogy 30 évvel ezelőtt a vízió nem egyszerűen az volt, hogy Európa jóval nagyobb legyen, ez az volt, hogy a régiók Európája legyen, decentralizálva, ha úgy tetszik, és én gondolkodó magyarként hiszek abba, hogy az európai nemzetek jövője létezik, de nem látom, hogy ez a dihotómia valós lenne, hogy az alternatív, vagy a szövetségi Európa, vagy a nemzetek Európája, nemzetállamok Európája. Nem hiszem, hogy az európaiak valahogy is készen állnak arra, hogy feladják a kultúrájukat, a nyelvüket, soha nem fogadnak el semmiféle angol vagy bármilyen más nemzetközi nyelvet, még az eszperantót sem, ez illúzió volt. De azt hiszem, rá kell arra ébrednünk, hogy ma Európában és a jövő Európájában nem hiszem, hogy multikulturalizmus lesz, ahogy ezt megjósolták vagy várták egyesek, de olyan Európára van szükség, amilyet Dél-Tirolban látunk, amilyet látunk Skandináviában, nevezetesen, hogy lehetséges a többségi nemzeteknek, a kisebbség csoportoknak nem csak békés életet biztosítani, de tisztességes megoldásokat, és ez kell, hogy megoldás legyen a nem európai populációban, Nyugat-Európában. Ez a legnagyobb kihívás nyilvánvalóan, de hogyha lezárjuk a határokat, az nem elég. Hogyan foglalkozunk ezzel, hogyan csökkentsük a terrorizmus veszélyt, a fundamentalizmus veszélyei természetesen nem azáltal, hogy egyszerűen lezárjuk, becsukjuk a szemünket, hanem vannak több muszlim van Oroszországban, mint Nyugat-Európában, tehát Oroszország partneri kell, hogy váljék ebben. És úgy értesültem, hogy a partner kapcsolat kívánatos, és sok európai ország akarja ezt, de ugyanakkor ez bizonyos alapvető feltétel tartalmaz, tehát egyszerűen meg kell békíteni a Krímet. Vannak lehetséges megoldások, de sem Oroszország, sem Ukrajna nem áll készen egy kompromisszumra. Egyfajta bilaterális felelősség vállalására. Tehát a probléma sokkal aggasztóbb, mint ma, mint 30 évvel ezelőtt, és a jövő nem működik a történelem nélkül, de túl sok történelem háborúhoz vezet. És ezt mindenképpen el kell kerülnünk, és meg kell akadályoznunk, és imádkozzunk, hogy ne történjék meg. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, minden résztvevőnek a kerekasztal sorában adunk kell jogot arra, hogy egy záró mondatot mondjanak. Rendkívül ékes szóló teljesítményük során és eredményeként. Géza, talán kezdjük veled, aztán kövessük az asztalt, ahogy megy körbe. Azt mondom, hogy nagyon értékes vita volt, nagyon sok történelemmel, nagyon sok emlékkel és nagyon sok utalással arra, hogy hogyan kéne a dolgoknak a jövőben alakulnia. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik megszervezték ezt így gyönyörűen.
nagyon jó és termelékeny beszélgetés volt, nagy alkalom volt régi barátokkal találkozni, és újakkal is, és hogy beszélgessünk a jövőről pozitív módon, együtt dolgozván, közös céljaink érdekében, közös nézeteink alapján. Köszönöm. Ugyanez igaz, nagyszerű volt ennyi év után találkozni Gézával, Gyulával, egy teljes fórum előtt, Charles-szal. Kitűnő dolog volt, meg is hívlak Prágába, hogy tanítsd meg a fiataloknak, milyen volt Margaret Thatcher, és a Heritage Alapítványnak abban a korban, amikor minden változik, tehát mindenképpen folyam az örökség alapítványa, továbbra is a jó oldalon áll. Köszönjük. És nagyon szépen köszönöm mindannyiunknak, hogy velünk voltak, és ezért a hosszú vitáról, amely több mint két órán át tartott, és hogy kitartottak, és szép napot, és köszönöm mindenkinek az együttműködést. So thank you very much, Gyula, for your kind words, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, nem volt túl sok, amit az elején ígértem, véghallgatva a nagy generációt, akik nagyon örömteli eseményt adtak, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen a tapasztalataikat, az élményeiket, a tudásukat. Ez az egyetem Budapest és Budapest városa, a gondolkodás központja kell, hogy legyen Európáról, Közép-Európáról, a transatlanti baráti kapcsolatokról, és mindez nagyon fontos tény, hogy önök velünk voltak, és csak azt ígérhetem, hogy további meghívások mennek majd ki. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én nagyon köszönöm minnyájuknak, hogy itt voltak. Még egyszer köszönöm a Danube Institute közreműködését Korányi Noéminak személyesen is. Nagyon köszönöm. És nagyon köszönöm az én saját munkatársaimnak is itt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, akik igen sok áldozatos munkát végeztek azért, hogy ez a másfél vagy majdnem két napos konferencia így összejön. Ugyanígy köszönjük a tolmácsok. A tolmácsok közreműködését, és még annyi információval tartozom, hogy a Zsibongóban, ahol a tegnap esti fogadás volt, ott most egy szerény ebéd várja még önöket. Köszönöm, hogy itt voltak, minden jót kívánok!